Érkezik a Budapestre tartó busz a Keszthelyi autóbuszállomásra. Jelenleg délelőttönként még 11 órakor is indulnak járatok a fővárosba. Augusztus 1-től azonban ez megváltozik. Megszűnik ugyanis a Budapest-Zalakaros-Nagykanizsa vonal, valamint a Budapest-Keszthely-Hévíz-Zalaegerszeg-Lenti vonal is. Ezek mellett módosul a Budapest-Balatonfüred-Zalaegerszeg-Tapolca útvonal. A jelenleg autóbusszal kiszolgált Zala megyei települések egy részét augusztustól a vonatokhoz csatlakozó regionális autóbuszjáratokkal lehet elérni. A Volánbusz ZRT televíziónkhoz eljuttatott írásos közleményében úgy fogalmazott, a buszjáratok újjászervezése során figyelembe vették a változó utasigényeket, illetve az országos, távolsági közösségi közlekedés alapját jelentő vasúthálózat előnyét és elsőbségét is. Továbbá arról is tájékoztattak, hogy a megszűnő buszjáratok mellett újakat is indítanak. Ennek megfelelően naponta kétszer Budapestről a Zala megyei fürdőhelyekre, illetve a Kis-Balaton körüli településekre indítanak járatokat. Szintén új járatokat vezet be a társaság a Nagykanizsa-Zalakaros-Balaton-Szentgyörgy-Keszthely viszonylaton. A Zalakaros és Budapest között utazók számára Balaton-Szentgyörgy vasútállomásán biztosított lesz a csatlakozás a Budapest déli pályaudvar felől érkező, illetve onnan induló vonatokhoz. Sajtóértesülések szerint a módosítások azokat a településeket érintik leginkább, ahol a vasút megfelelő alternatívát kínálhat. Július 15-től az MTI tájékoztatása szerint az állami tulajdonú közlekedési szolgáltató társaságok összehangolt működtetésének és közös stratégiai irányításának hosszú távú erősítése érdekében a Volánbusz ZRT tulajdonosi joggyakorlója a MÁV ZRT lett. Televíziónk megkereste a változtatásokkal kapcsolatban a vasúttársaságot is, azonban műsorunk felvételéig nem érkezett válasz.